A biztonságos kezelést szavatoló reverzibilis meghajtással a Berkó csőtörő gyorsan kedvelté vált a földművesek körében. Már 2000-ben kiérdemelte az újvidéki mezőgazdasági vásár nagy aranyérmét, amelyet még jó néhány követett. Valamint 2009-ben a brüsszeli székhelyű Európai Kereskedelmi és Iparkamara felvette soraiba a Berkó céget. A vállalat 2012-es és 2013-as tevékenységét az intenzív gépexport jellemezte, és úgy érzik, a jövőben csak bővülni fog partnereik száma. Cégünk az 26 éve alapult, de 15 éve mezőgazdasági programba kezdtünk, ahol legelőször a csőtörő programot fejlesztettük ki. Az első két évben kizárólag Szerbiába adtuk el őket, utána kezdtünk környező országokba, szomszédos országokba szállítani, ami ma már tehát szétterjedt, úgyhogy 17 országban vagyunk jelen. Tehát itt most a távoliakból olyan, hogy Kirgízia, ami tudjuk ugye, hogy a kínai határon van, vagy Zambia, Afrika déli részén, az úgynevezett zöld Afrikába, Irak, Németország, és hogy ne soroljam fel az összes ország. 4 éve tudunk szállítani a világ bármely pontjára, tehát konténerbe, összeszerelt, kivizsgált állapotba szállítható, egyedül a gyűjtő tartály az, amit a vevőnek magának kell összecsavarozni, tehát az 2 kulcs, meg egy ember, és ezt összecsavarozza. Azt tudod, hogy az egysoros ára az körülbelül 65%-a, 68%-a kétsorosnak. Mi gépeink olcsóbbak a konkurens gépektől. Tehát sok minden egyszerűbben van megoldva rajta, mint más gépeken, tehát egyszerűbben úgy, hogy olcsóbban is kivitelezhető, de a funkciója megvan mindennek. Tehát itt gondolok elsősorban hajtásokra. És amikor valaki eldönti, hogy csőtörőt vez, egy sorost, milyen olcsó, eljön, meglátja, hogy hát a két soros az nem sokkal több, mint a másiknak az egy sorosra, vesz két sorost. Itt a legutóbbi fejlesztés az egy sorosba, tehát azt úgy is neveztük el, hogy hegyi gombály, bár karakterisztikákra, ürítési magasság és egyéb karakterisztikái minden megvan, mint a többi egysorosnak, de gabaritba olyan annyira össze van szedve, hogy teljesen összeszerelt állapotban betolható a konténerbe, az mellett hegyi utakon, gyümölcsösökben, meg kis parcellákon, tehát a traktor szélességébe elfér. A talajművelő gépek gyártását 5 évvel ezelőtt kezdték el, többek között azért is, hogy a téli, tavaszi hónapokban is munkát adjanak a 30 foglalkoztatottnak. Mindössze 3 év leforgása alatt a Berkó Kft. Tervezőmérnökei a legkülönfélébb munkagépek gyártási folyamatát dolgozták ki. Kiindulva abból, ahogy szaporodtak az országok, ahova szállítunk, úgy gondoltuk, hogy ha a csőtörőinket elfogadják és jónak tartsák, akkor nagy valószínűséggel, tehát egy előzetes bizalommal fogják fogadni az új gépeinket is, ami hát folyamatosan be is igazolódott. A Berkó cég saját tervező fejlesztési osztállyal rendelkezik. Ez az osztály mozgató erejét képezi a történéseknek, de itt meg kell, hogy említsem a kiváló termelői gárdát is, akik mint egy bejáródott szerkezet, összeszokott csapat képesek mindenkor a feladatok végrehajtására. A Berkó cég hírnevét a kétsoros csőtörő öregbítette. Ez a csőtörő saját fejlesztésű csőtörő. Maga a csőtörő önsúlya 2200 kg. Már 39 lóerős traktor is tudja üzemeltetni sík vidéken, száraz időben, de ajánlatos a 42-45 lóerős traktor. Fantasztikusan egyszerű szerkezetű, tehát legalább 30%-kal jóval kevesebb kopó alkatrész épül bele, mint a többi cég által
gyártott csőtörőbe, hogy a 39-as lóerő traktor tudja ezt üzemeltetni, az annak is köszönhető, hogy nem szárzúzó rendszere van, hanem szecskázó szerkezete. Ez a szecskázó szerkezet, amely tehát a hídere van ágyazva, az 540-es kardánfordulattal 1800-1850-et fordul, és tehát nem csak az a jellemzője, hogy elvágja, hanem összeaprítja a szárat kisebb, nagyobb darabokra. Köszönve a fosztóasztal ilyen szerkezetének, ahol is 12 fosztóhenger dolgozik, és nincs fémhenger, hanem mind gumihengerből áll. Tehát ennek köszönve lehet azt mondani, hogy a Berko kétsoros húzató csőtörő az 100%-os tiszta csövet biztosít a gyűjtőtartályban. A gyűjtőtartály az 3,8 köbméteres, körülbelül 2 tonna kukorica fér a gyűjtőtartályba. Maga az ürítése is egyszerű, tehát nem kell szigorúan a pótkocsit a csőtörő mellé parkolni. Elmondhatom még azt, hogy fantasztikusan agresszívan szed. Nem sokkal több, mint egy óra hossz alatt képes egy holdat leszedni. Ami még meg kell, hogy említsek, a forgás irányváltó hajtómű, amit mint extra kivitel gyártunk. Ennek az a jellegzetessége, hogy amennyiben betorkollás történt, akkor nem kell kiszállni a traktorból, hanem egy kar funkcióba hozásával beindul a hajtómű kontra irányba, azzal, hogy biztosítja a kontrafordulatot a hédernek, azaz a szedőrésznek és a fosztóasztalnak. Maga az elevátor, mint elevátor áll. Tehát ez egy embert védő, kímélő szerkezet, amely hasznos funkciót tölt be. Milyen certifikátumokkal rendelkeznek önök, és ez feltétele a kiszállításnak? Hát vannak országok, igen, ahol feltételek, tehát ez elsősorban a CE jelről van szó, tehát az európai szabványoknak megfelelő certifikát. Ezt Európa szerte szokták kérni tőlünk, de vannak másik országok is, ahova szükséges ez a certifikát. Tehát minden országban különböző feltételeknek kell eleget tennünk. Én úgy 2017-ig én úgy gondolom, hogy az lesz a fő feladatunk, mindez mellett, hogy a piacot ha tudjuk természetesen bővítsük, mert mindezeken a piacokon, ahol jelen vagyunk, bevezessük, elfogadtatjuk és felfuttassuk az egyéb termékek eladását is. Az mellett, tehát itt valahol mi megálltunk a 250-280 lóerőt igénylő gép nagyságoknál, addig vannak földolgozva, hát hogy tovább lépünk, ettől ezt az idő majd megmutatja.